Sziasztok! Én Balázs vagyok, és most egy kártyatrükköt fogok nektek mutatni. Először megmutatom a trükköt, és aztán el is magyarázom, hogy kell csinálni. Kezdjük is! Úgy kezdődik a trükk, hogy elkezdem alapokat így keverni, és a néző elmondhatja, hogy mikor álljak meg a keverésben. Most. Most? Megfelel? Rendben van, akkor most leszámolunk ide 6 lapot. 3, 4, 5, 6, és itt van még 6 lap. Most arra kérlek téged, hogy mutassál valami paklira, és a pakli tetején lévő lapod lesz a te lapod. Ez. Ez a lap egy piros bubi, és most fogjuk, és megpróbálom megkeresni a piros bubinak a lelkitársát, és a párját. És most, ha minden igaz, ez a bubinak a társa, és ezen felül az összes többi kártyalap is megtalálta a párját. Ez a trükk. Szóval, ehhez a trükkhöz be kell állítani a paklit, tehát először beállítjuk a paklit. Az első lap egy trepp király, aztán egy szív király következik, aztán egy trepp dáma, majd egy szív dráma, aztán egy trepp bubi, és egy szív bubi, és utána pedig egy pik király, egy káró király, egy pik dáma, egy káró dáma, egy pik bubi, és egy káró bubi. Ezután, hogy berendeztük így, kezdődhet maga a valódi trükk. Tehát, ugye olyan fontos, hogy emeljünk. Emelésekkel kell megkeverni a paklit. Én ezt alkalmaztam, hogy valamennyit levetek és amit berakok alá, de hogyha ennyit csinálunk, hogy fogjuk és így emelünk, az is megfelel tökéletesen. Tehát emelésekkel megkerüljük a paklit, ezt a néző is csinálhatja, de hogyha félünk, hogy a néző elrontja és rosszul emel, akkor jobb, ha mit csináljuk inkább ezt a részét a trükknek. És akkor ugye a néző szólhat, hogy mikor álljuk meg a keveréssel, mondjuk most. Ha itt szól a néző, akkor itt leszámolunk 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapot, és a maradékot ide rakjuk mellé így. Ezután a néző rámutathat valamelyik paklira. Mondjuk erre mutat a néző, akkor fölmutatjuk a lapot, ugye ez a trepp dáma, és a másik oldalról a maradék lapot a tetejére rakjuk. Fontos, hogy amelyik lapról, amelyik pakliból levesszük a lapot, arra rakjuk rá a maradékot. Tehát rárakjuk ide, és ezután ugye csináljuk ezt, hogy leveszünk egyet az aljáról, és egyet a tetejéről. Aztán ugyanezt megcsináljuk. Egyet az aljáról, egyet a tetejéről. Egyet az aljáról, egyet a tetejéről. Egyet az aljáról, egyet a tetejéről. És még utoljára megcsináljuk ezt, és egy lap marad a kezünkben. És ez a dámának a párja. És most, ha minden jól megy, akkor itt is a párok lesznek megtalálva. I'm gonna tell.